Köszöntöm a Kölcsér Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Hét testnevelő tanár vetett át elismerést a megyei közgyűlésen. 70 millió forint uniós forrásból vízitúrapontot alakított ki Vásárosnaményban. Hazai pályán a BKG Prémiers ellen kezdi a bajnokságot a Sunshine Nyikse. Három év után visszatért a Nyíregyháza Tigershez Troy Rice. 13 csapattal rajtol az MLS által első alkalommal kiírt regionális futsalbajnokság. Hét testnevelő tanár vetett át elismerést a megyei közgyűlésen. A Magyar Diáksport Szövetség és a megyei önkormányzat által kötött megállapodásnak köszönhetően az utánpótlás nevelés és a tehetséggondozás terén elért eredményekért kapták a kitüntetést a pedagógusok. Nagyon örülünk annak, hogy ennek az együttműködési megállapodásnak, amely a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület között létrejött, ennek már hosszú évek óta olyan gyakorlata van, hogy a szeptemberi közgyűlésen, rendes közgyűlésen tudjuk díjazni azokat a megyebeli testnevelőket, akik a utánpótlás tehetséggondozás területén nagyon-nagyon komoly munkát fejtettek ki az elmúlt évben, és úgymond mozgató rugói a megyei, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei diáksport életnek, nélkülük nem igazán lehetne arról beszélni, hogy milyen eredmények születtek a diáksport különböző területein, mert valóban ők végzik el azt a munkát, ami alapján ezek a gyerekek lehetőséget kaphatnak arra, illetve a tehetségüket meg tudják mutatni. Ez a díj, én úgy gondolom, hogy amellett, hogy ugye mindig azok a testnevelők, akik díjazásban részesülnek, ők azért külön ki vannak emelve, én azt gondolom, hogy nem csak nekük szól természetesen, hanem rajtuk keresztül minden olyan testnevelőnek, aki dolgozik a diáksport élet népszerűsítéséért és erősítéséért itt a megyében, tehát ennek amellett, hogy természetesen van egy anyagi elismerése is, mindenképpen úgy gondolom, hogy az egész testnevelői garnitúra felé egy erkölcsi elismerést is jelent. Az elmúlt tanévet tekintve nagyon eredményes tanévet zárta a megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület, mind az eredményeket, mind a versenyek rendezését tekintve, most kezdődik a tanév, milyen tanév elé nézünk? Én úgy gondolom, hogy egy nagyon mozgalmas tanév elé nézzünk 2017-2018-ban is. Nem is ezen a héten volt egyébként egy úgymond évenyitó megbeszélésünk, és ott már körvonalazódtak azok a feladatok, azok a szakmai elvárások, amelyeket ebbe a tanévbe meg kell valósítani. És természetesen vannak azért nagyra törő terveink is. Szeretnénk újra országos döntőt szervezni, erre nagyon komoly esélyünk van, és a jövő év tavaszán reméljük, hogy megint majd egy olyan összemont labdajátékok döntőinek lesz házigazdája Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, amelyre aztán miután lehetünk büszkék. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megye önkormányzat és a Magyar Diáksport Szövetség 2014 elején kötött egy megállapodást, aminek értelemben minden évben díjaznak testnevelőket, akik a diáksportlókat készítik fel. Milyen jelentősége, súlya van egy-egy ilyen eseménynek, hiszen azok munkáját ismerik el, akik éveken, évtizedeken keresztül nevelik a fiatalokat. Azt gondolom, hogy óriási jelentősége van, ugyanis a munkának a megbecsülése az mindig borzasztó sokat számít. És 2014-ben elhatároztuk, hogy országosan minden megyében próbáljuk meg elérni azt országos központból, hogy minden megyében legyen a testnevelő tanároknak a diákolimpiai eredmények után valamiféle elismerése és díjazása. Ma arról tudok beszámolni, hogy egyre több megye csatlakozik ehhez a kezdeményezéshez. A megye az elsők között írta alá velünk ezt a szerződést, és született egy nagyon jó megállapodás, aminek eredményeképpen most már több éve itt tudunk lenni, és ezen ünnepelni tudjuk a testnevelő tanároknak a munkáját, az elmúlt évek erőfeszítéseit. Az elmúlt tanév, ugye jubileumi éve volt a diákolimpiai mozgalomnak, most kezdődött a tanév, most kezdődnek a versenyek. Milyen 2017-18-as diáksport tanév elé nézünk? Azt gondolom, hogy a tavalyi tanévet nehéz lesz überelni, ugyanis valóban az egy jubileumi 30 éves a diákolimpiai mozgalom volt, de ebbe az évben is nagyon sok szép eseménnyel készülünk. Ebben az évben van egy nagy-nagy kihívás előttünk, egy nagy-nagy nemzetközi versenyt próbálunk elhozni Magyarországon, ami nem más, mint a világban a legnagyobb diáksport esemény, pedig a gimnáziádé, amit úgy is fel lehet fogni, hogy az olimpiája az iskoláskorú gyerekeknek. Nagyon sok szép országos döntőt fogunk rendezni az idei évben is, és egyébként egyéb nagyon sok olyan programmal készülünk ebbe az évben, nagyon sok olyan testnevelés módszertani fejlesztésünk van, amelyek a testnevelő tanároknak az életét befolyásolni fogja, illetve hát a gyerekekét végső soron, ami a legfontosabb ugye az egész történetben. Ilyenek a Sportágok útja, a köznevelésbe című programunk, ilyen a Diánk Olimpia, és még sok-sok más módszertani fejlesztésünk.
Az elmúlt tanévben Szabolcs-Szatmár-Bereg ugye több országos elődöntőt rendezett, sőt országos döntőket is rendezett. Most milyen eséllyel pályázhatnak majd ezekre? Azt gondolom, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg mindig nagyon jó eséllyel pályázik vidámpolimpiai nagy eseményekre, ugyanis azt tapasztaljuk, hogy nagyon nagy itt a diásportnak a támogatottsága, és szakpolitikailag, politikailag és szakmailag is nagyon nagy támogatottsága van. Úgyhogy mi nagyon örülünk, amikor Szabolcs-Szatmár-Bereg megye pályázik valamilyen nagy eseményre, és tudunk adni Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének nagy eseményt. Nagyon jó színvonalú események és versenyek zajlanak itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében most már hagyományosan. Illetve egy kiemelkedő eredményt is elért a megyen, történetesen Nyíregyházán, ugye a Vasvári Pál gimnáziumnak a tanulói az 5-6-os röplabdában, 5-6-os korcsoportos röplabdában győzedelemre vitték a csapatukat, amivel kivívták nemzetközi eseményen való szereplésüket is, ők nyerték el annak a jogát, hogy a következő év júniusában, Brunóban a nemzetközi világbajnokságon, iskolai sportvilágbajnokságon képviseljék az országunkat a lányok között. A Tiszavasai Általános Iskolatestnevőjeként kapott elismerést itt a megyei közgyűlés előtt. Milyen eredmények köszönhetően, milyen elmúlt tanévet zárt a diásport terén az általános iskola? 7 országos döntőben vett részt az iskola. Labdarúgásban, kézilabdában, atlétikában értünk el nagyon kimagasló eredményeket. Én személy szerint a 3. korcsoportos fiúkkal megnyertük a megyei döntőt atlétikában, és az országos döntőn 3. helyezést értünk el. A megyei döntőn egyéniben is volt egy versenyzőnk, aki megnyert a megyei döntőt atlétikában összetettben. Kézilabdában országos elődöntőig jutottam a 3. korcsoportos csapatommal, de ugyanezt a 4. korcsoportos fiaink is megtették kézilabdában, ehhez meg kellett nyernünk a megyei döntőket, és így jutottunk az országos elődöntőbe, ott 3. helyezést értünk el. Labdarúgásban nagyon kimagasló eredményünk volt, futsalban minden megyei megméretetést megnyertünk, megyei döntőt is. Így kerültünk Zalaegerszegre az országos döntőbe, ahol 22 csapatból 11-ek lettünk. Ez az iskola történetében egy nagyon nagy dolog, ilyen futsalban még ilyen eredmény nem született. 4. korcsoportos labdarúgásban, ez egy kispályás labdarúgás, értük el labdarúgásban a legmagasabb eredményünket, országos 3. lettünk. Ehhez meg kellett nyernünk az összes megyei megméretetést és a megyei döntőt is, és Debrecenben 3. helyezést értünk el. 70 millió forint uniós forrásból vízitúra megállóhelyet alakítottak ki Vásárosna, mélyben a Tiszaparton. A Magyar Kajakkenu Szövetség által támogatott program részeként egy sárkányhajót és több kajakot, illetve kenut is vásárolt az önkormányzat. Egy mérföldkőhöz érkezett Vásárosna, mély a Beregszíve Üdülőközpont, hiszen egy olyan dolog újult meg itt a Beregszíve Üdülőközpontunkban, ami lehet, hogy az enyészet élet volna, ha nincs a Magyar Kajakkenu Szövetség, és nincs az a konzorcium megállapodás, amely keretében a 14 lapátos pihenőhely kerülhetett kialakításra. Számunkra óriási pozitívum, hogy Vásárosnaményra is gondolt a Kajakkenu Szövetség, és nagyon pozitív az, hogy a Gergely-Gornyai régi úttörőtábor megújulhatott. Egy olyan kitörési pontja ez a turizmusnak, a lapátos turizmusnak, a vízen ideérkezőknek, amelyel érezhetően valamennyi településen, így itt Vásárosnamény Gergely-Gornyán is, egy ugyanolyan arculattal találkoznak majd a víz szerelmesei, megtalálják a normálisan megépített vízes blokkokat, a közösségi tereket, a gondnoki épületet, és meg tudnak pihenni, aztán másnap vagy két-három nap múlva tovább evezni majd innen. Egy álom is valóra válik, amely egy visszatérő álom, hiszen nem csak a túrázók, a vízszerelmesei, hanem a kajakkenusok is újra kezdhetik azt, amit valamikor 15-20-30 évvel ezelőtt abba hagytak valamiért. A fiatalok megismerkedhetnek a kajakkenuzással, és hiszem azt, hogy több világbajnok olimpikon nő majd ki ebből a kis közösségből. Már most 25-en van, akik elkezdték az evezést. Szerintem, ahogy ez általában lenni szokott, egy-két ember ilyenkor úgymond kovász emberként elindul, és elhinti a magot, aztán pedig ez a közösség is gyarapodni fog. Nagyon fontos, hogy egészséges ifjúságot neveljünk. Itt Vásárosnaményban, a Beregszívőben minden gyerek tanulja meg úszni, evezni, és a végén pedig, amikor már az evezésben elfáradt, akkor kerékpára pattanva ismerje meg ezt a csodálatos környéket. Elnök úr, egy uniós forrásnak köszönhető beruházás eredményeként az országon elsőként Vásárosnaményban adtak át egy vizitúrapontot. Mi is ez a program pontosan, amelyet a Magyar Kajakkenu Szövetség menedzsel?
EU-s forrásokból egy országos hálózatot szeretnénk fölépíteni, amelynek a célja, hogy minőségi körülmények között fejlődjön a víziturizmus, és mindenki, aki a szabad idejéről dönt, az a sportolás mellett döntsön, és hogyha a sportolás mellett dönt, akkor minőségi körülmények között elérhesse a vízisportokat. Erre épül ki egy hálózat, ami nagyon fontos része az, hogy egy olyan standard rendszer jött létre már az elmúlt években, amelyekhez mértük a forrásokat, és amelyek meghatározták azt, hogy milyen helyszíneken, milyen típusú fejlesztések jönnek létre, hogy igenis, akik ezeket a túrahelyeket válasszák majd, azok pontosan tudják azt, hogy milyen szolgáltatásokat, milyen körülményeket kapnak, és nagyon szerettük volna, hogy ebben fontos legyen a minőség, és az, hogy mindenki jól ki tudjon kapcsolódni, és egyben olyan szolgáltatást kapjon, amiben beletartozik a képzés, az oktatás, a vízen járásnak a megtanulása, hogy így fejezzem ki magam. Elsőként az első projektünk a Felső-Tisza projekt volt, ami ez év végéig 14 megállóhellyel átadásra kerül. Ebből is az első és az országos hálózatban is az első átadás itt Vásárosnaményben van. Azt gondolom, hogy ez számunkra is egy történelmi pillanat, hiszen a következő egy évben 80-100 ilyen megállópontnak az átadása következik majd be, és egy olyan kampány, ez olyan országos marketing rendszer fog fölállni, amiben igyekszünk minél többekhez elvinni azt, hogy igenis egy olyan országban, ami vizekben ilyen gazdag és ilyen kiváló természeti adottságokkal rendelkezik, egy ilyen országban igenis a víziturizmusnak van jövője, nem csak hazai, hanem a külföldi turisták számára is, és azt gondolom, hogy aki valaha már a Felső-Tiszán végighajózott, az egy életre szóló kötődést mondhat magáénak, és nagyon reméljük, hogy minél többen elmondhatják majd azt, hogy igenis ide vissza szeretnének jönni, mert olyan élményekben volt részük. Országos szinten mekkora összeg áll rendelkezésre? Európai Uniós forrásokból, a GINOP-os forrásokból 2 milliárd forint, a közép-magyarországi régiót érintve 800 millió forint az, amelyben a Magyar Kajakkenu Szövetség, mint kiemelt konzorcium vezető lehetőséget kapott, hogy ezt a hálózatot megszervezze. De nagyon örömteli számunkra, hogy nagyon sok helyen a területi operatív programokból, a toppos pályázatokból is pályáztak vizitúra megálló helyre, ezekkel kapcsolatos szolgáltatásfejlesztésekre, többek között ebben a térségben ugye a Túr, a Bodrog is majd toppos forrásokból újul meg, és jönnek létre ezek a megállóhelyek, de szerte az országban még további helyeken. Én azt gondolom, hogy ez egy több milliárdos program, amely kapcsán a víziturisztika egy nagy-nagy megújuláson fog átesni. A kajakken az egyik magyar sikeres volt, ugye itt Vásárosnaményben is ismét elindult a kajakken, illetve gondolom a Sembennek a turizmus idegenforgalom fejlesztése, mert a sporták bázisa is szélesedne. Így van, természetesen nagyon fontosnak tartjuk, hogy azokon a helyszíneken, ahol megvalósulnak fejlesztések, ott igenis legyen kajakkenú élet, mi ennek nagyon örülünk, annak külön örültünk, hogy most itt is voltak a gyerekek, a Vásárosnaményi kajakosok, kenusok, akik már azért számos helyen megfordultak az országba, és én mindig azt szoktam nekik is, azt mondtam, hogy ők viszik a városuk hírnevét mindenfelé. Ugye ebben az évben és már a tavalyi évben is egy nagyon sikerű sárkányhajó rendezvény bonyolítottunk le itt, és a következő időszakban több olyan programot szeretnénk idehozni, amelyek országos kitekintésűek, és szeretnénk, hogyha minél többen eljönnének ide a Felső-Tiszára, Vásárosnaménybe, és megismernék ezt a gyönyörű környezetet, ami ma is fogadott itt minket. Én nagyon örülök annak, hogy a várossal közösen egy olyan csapatmunka alakult ki, amiben egyrészt ez a létesítmény minőségi színvonalon meg tudott újulni, és már most arról beszélgetünk, hogy milyen fejlesztéseket tudunk a jövőben megvalósítani, és folyamatosan arról beszélgetünk, hogy hogy tudjuk ezt minél inkább tartalommal megtölteni, minél több célcsoporthoz eljutatni azt az üzenetet, hogy igenis a víz, a vízeljárás, a vízi szabadidő sportok az egy olyan kikapcsolódás, amely az életminőséget mindenképp javítja és hozzájárul az egészséges életmódhoz. Hazai pályán a BKG Premier se második csapat ellen kezdi majd a bajnokságot, a Sunshine Nyikse. A Kovács Tibor által irányított NB2-es kosárlabda csapatban szerepel majd a profi pályafutását befejező Bráne Szavics is. Én azt gondolom, hogy a csapat munkáját tekintve jól állunk.
azt a munkát, amit úgy elterveztünk, azt én úgy gondolom, hogy sikerült megvalósítani. Új rendszerben, új elképzelések szerint ezt már nyilatkoztam, hogy Bráne Szavics csatlakozott a csapatunkhoz, és az ő nagy rutinját, tapasztalatát kihasználva új szemlélettel egy új úton indultunk el. Én azt gondolom, ehhez képest nagyon jól állunk. Melyek a jelentősebb változások, hiszen ha minden igaz, több olyan játékosra sem számíthatsz ebben a szezonban, az előttünk álló szezonban, akik tavaly meghatározó szerepet játszottak a csapatban? Sajnos nem, erről is már szó volt. Egyrészt nagyon örülünk annak, hogy egy-egy játékosunk felvételt nyert az egyetemre. Itt azért két-három olyan játékos, aki tavaly jelentős szerepet játszott, szinte mindegyik kezdő játékos volt, illetve sok játékidőt töltött a pályán. Tisza Bálint, Balog András, illetve Csempész Balást emelhetném ki. Rájuk jelenállás szerint ebben a bajnokságban már nem számíthatunk. Ezúttal is köszönjük mindegyiküknek az eddig nyújtott segítségüket, jó munkájukat, és további sok sikert kívánunk a sportpályán, illetve a civil életben nekik. Kik érkeztek, vagy még érkezhetnek helyettük? Aminek nagyon örülünk, azért van néhány új játékosunk, fiatal játékos. Egyrészt a tavalyi keretünkből azok a játékosok, akik kevesebb játék lehetőséghez jutottak, hozzánk kerültek, és most már úgy tűnik, hogy több játék lehetőségben, több játékpercben tudnak bizonyítani majd, illetve tanulmányi dolgok, munkai elfoglaltságok miatt hozzánk került Groska Ádám, Csirpák Patrik, hagyj ne hagyja ki az új játékosok közül senkit, és talán nem utolsó sorban, ami a szakmai munkában is meglátszik, azért Bráne Szavics, aki játékosként is, illetve szakmai munkában is nagyon jelentős szerepet nyújt. A tavalyi szereplés ilyen magasra tette a mércét a csapat, meg lehet-e ezt a szintet ugrani, vagy egyáltalán mi a célkitűzés? Mindig úgy szoktuk kezdeni, hogy saját csapatunk után várjuk meg az ellenfelek, hogyan állnak fel, milyen játékerőt fognak képviselni. Jelen információk szerint azért az idén is lesz 6-7 jelentős, NB2-es szinten jelentős játékerőt képviselő csapat. Ha összességében tekinthetem, talán nem erősödtünk annyit, mint amennyit veszítettünk a tavalyihez viszonyítva, de szeretnénk, én azt gondolom az első négy az egy reális cél legyen. Titokban és kimondva, kimondatlanul is többünkben megfogalmazott szeretnénk előrelépni. Mikor és ki ellen kezditek a szezont? Szeptember 30-i hétvég az első hivatalos forduló. Nekünk akkor iskolai szalagavató miatt nem áll rendelkezésünkre a term, illetve hát nálunk is több játékos, illetve csapatvezető szülőként is érdekelt a szalagavató folytán. Azt követő hét csütörtökön, október 4-én a debreceni Prima ellen játsszuk az első hazai mérkőzésünket. Visszatért a Nyíregyháza Tigershez Troy Rice, az egyik legjobb Magyarországon szereplő amerikai futballista a jövőben játékosként és edzőként is segíti a Hungarian Football League készülő nyíregyháziakat. Igazából sosem szakadt meg a kapcsolat, mikor annak idején eligazolt is, minket keresett először, hogy milyen lehetőségei vannak. Sajnos akkor nem voltak mögöttünk olyan lehetőségek, mint idén vannak, és idén májustól kezdődött meg az együttműködés és a párbeszéd Trojjal, akkor keresett minket először, de természetesen szezon végéig mindenkinek tiszteletben tartjuk az anyagát, hogy saját csapatánál dolgozzon. És egyszer csak így jött ez a lehetőség, hogy üljünk le, és megegyeztünk a folytatásról 2018. decemberéig. Milyen pillért jelentő a következő év csapatában? Kétségkívül az egyik legtehetségesebb Magyarországon játszó játékos. És ez egy olyan erős hátországot jelent az edzőknek is és a játékosoknak is, ami megadja nyugalmat ahhoz, hogy tudjunk vele mindenféle taktikai és erőléti szempontból is készülni. Valószínűleg minden HFL csapat örömmel látna a soraiban Trojt, de azért örülünk, hogy minket választott. Az utánpótlás nevelést és az építkezést tűztétek a zászlóra, mennyit tud segíteni a fiataloknak, hiszen gyakorlatilag már nem megy haza az Egyesült Államokba a felkészülés kezdetéig.
Ez így van. Annak idején, mikor ide érkezett, is nagyon motiváló szerepe volt Troynak a fiatalok körében, és ez azóta sem csökkent, sőt, mivel a sportág azóta elég sokat fejlődött, és a szereplések is egyre gyakrabbak a televíziókban, ezért én azt tudom mondani, hogy még hatványozottabban van jelen az a fajta húzóerő, amit a személy jelent a toborzásoknál, illetve az edzéseknek a megtartásánál. Elkezdték a szezont a fiatalok is, hogyan? Kiválóan rajtoltak a fiatalok, nagy szívvel játszottak, 13-0-ról tudtak folytani 20-13-ra a Wanderers ellen, úgyhogy eddig 1-0-val állunk a szezonban, egy győzelem van a hátunk mögött, 24-én fogunk legközelebb pályára lépni, szeptember 24-én az NYSC pályán, akkor pedig a Miskolc Steelers lesz a vendégünk, ahonnan ugye Troyt igazoltuk, tehát ez egy pikáns meccs lesz. Visszatérve még a HFL csapathoz, tervezek-e több légiós szerződtetését a következő szezonra? A következő napokban tervezünk. Hál' Istennek azt tudom mondani, hogy nagyon nagy az érdeklődés. Több mint 70 e-mailt kapok szinte minden héten különböző játékosoktól. Nem titok, hogy megvan már a szerződése az amerikai vezetőedzőnknek is. Nevét viszont nem tudom még sajnos nyilvánosságra hozni, mert még folyamatban lévő bajnokságban érintett, és annyit kért, hogy ez minden legyen publikus. És valószínűleg a szabályokat, a lehetőségeknek megfelelően ki fogjuk használni az import és külföldi játékosunk kosaink számára nyitva álló roster helyeket. Ez mit jelent egyébként csapatonként? Hány külföldi szerepelhet? A szövetségi szabályzat megújult, és azt mondták, hogy minden amerikai futballcsapat, aki a HFL-ben kíván nevezni 2018-ban, 10 külföldi, azaz, hogy nem magyar játékost tudhat soraiban, és ebből a 10 nem magyarból maximum 4 lehet amerikai, amiből a maximum 4 amerikai, maximum 2 lehet egyszerre a pályán. 13 csapattal rajtol az MLS által első ízben kiírt regionális futsalbajnokság. A keleti csoport küzdelmeit az MLS megyei igazgatósága szervezi. A Magyar Labdarúgó Szövetség nagyon komolyan veszi a futsal szakágot, és kitűztek egy pár éves tervet, hogy felzárkóztassák a futsalt is a labdarúgás népszerűsítése mellé, és mindenféleképpen szerettek volna egy komoly bázist kialakítani, így arra gondoltak, hogy az NB1 és az NB2 alatt régiós szinten, az országot 6 nagyobb régióra osztva, egy úgynevezett régiós bajnokságot indítanak, 3-4 megyéket összevonva, és az ottani csapatoknak szervezni egy úgynevezett régiós, mi köznyelven úgy mondjuk NB3-as bajnokságot, a keleti csoportnak a bajnokság szervezését pedig ránk bízták Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére, hiszen ahogy említetted, jó pár éve már nálunk igen nagy sikerrel működött a felnőtt megyei bajnokság, és egy 7 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei csapat mellett 3 Borsod és 3 Hajdú-Bihar megyei csapat is részt fog venni ebben a pontvadászatban. Melyik ez a 7 megyebeli csapat? Gyulaháza Nyírkarász, egyaránt a gyulaházi csarnokba fognak játszani, a Tarpa együttes, aki Vásárosnaménybe játszó majd a hazai mérkőzéseit, aztán van a Levelek, a Nyírbátor, aki ugye szintén ugye Nyírbátor van helyszínen, tehát otthon játszik, a Nagy Cserkesz csapata a Újfehérton fog játszani, és hát a Nyíregyházi Sportcentrum csapata, aki a felújított Continental Arénában látja mai vendégül a vendégcsapatokat. Marad-e a jól bevált hétfői játéknap? Igen, nyugodtan mondhatom, hogy ez tényleg jól bevált, hiszen majdnem minden osztályban hétfőn alig van edzés, főleg a megyei osztályokban, ugye a hétvégi bajnoki forduló után, illetve hát az NB1-NB2-nek is hétfő a játéknapja, úgyhogy ennek a régiós bajnokságnak is hétfő lesz, a rajt pedig szeptember 25-én hétfőn fog indulni, kezdődni, hát nagyon bízunk benne, hogy minden simán fog majd menni. Azért 3 megyéről van szó, talán egy picit nőnek a költségek, ugye több utazás, nagyobb távolságok, gondolom ezek a csapatok bírni fogják, hiszen amúgy nem neveztek volna. Mi is bízunk ebben, azért azt mindenféleképpen meg szeretném jegyezni, hogy a tavalyi évben azért már volt 2 borsodi csapat, a MÁD, illetve a Cigánt a bajnokságban, tavaly előtt pedig szintén a Cigánt szerepelt, és szerencsére olyan komoly utazási távolságok sem lesznek, hiszen Borsod megyéből, aki még a MÁD és a Cigánt mellett nevezett a Miskolci Egyetem csapata, tehát Miskolcra kell utazni, Hajdú-Bihar megyéből pedig Dunánásra, illetve 2 Debrecenbe a DSI, illetve a Deac csapataihoz, tehát olyan nagyon komoly utazási távolságok nincsenek. Ami egy picikét majd érdekesebb lesz, és a csapatoknak meg kellett állapodni, az a kezdési időpont, hiszen tudjuk jól, hogy az infrastruktúrális helyzet Észak-Magyarországon, Észak-Magyarországon nem a legjobb, nagyon kevés csarnok van. Ezekben a csarnokokban különböző más labdajátékok képviselői is ugye helyet követelnek maguknak, így nehéz volt összeegyeztetni a kezdési időpontokat, ezért valaki 18 óra, akkor
valaki 18:30-kor, valaki 20 órakor van olyan, aki 19:30-kor fogadja a vendégcsapatokat majd a csarnokába, de egyelőre nagyon gördülékenyen működött, hiszen mindenki meg tudott állapodni a másikkal a kezdési időpontba, úgyhogy bízok benne, hogy ebből nem lesz a későbbiekben se probléma. Mi a helyzet az utánpótlás, mennyire népszerű a futszal, ugye a válogatott sikerei egy picit jobban ráirányították a korábbinál a reflektorfényt a sportágra, és tekintve, hogy most már a nagy nevű klubok, gondolok itt a spanyol csapatokra is szerepeltetnek futszal együttest, egyre inkább elterjed. Így van, egyrészt ugye emiatt a válogatott sikerek miatt, másrészt, ahogy említetted, egyre népszerűbb és egyre több nemzetközi mérkőzés is láthatunk. Harmadrészt pedig ne felejtsük el, hogy az új edzőképzés gondolatban azért nagyon sok futszal elemet építenek be az edzők a nagypályás csapatok edzéseibe is, tréningeibe is, legyen az a kisebb korosztály is, nem csak a felnőtt. Éppen ezért Magyarországon is megyénkben is egyre népszerűbb. Ugye már 4-5 éve működik a 11-13 és 15-ös tornarendszerű bajnokságunk, és most elindítottuk idén az U17 és az U20 bajnoki rendszerű bajnokság. Novemberben fog majd rajtolni, csütörtöki játéknapokkal tervezünk, és igen, pozitívan lepődtünk meg, hogy elég sok csapat jelentkezett az U20-ba, illetve az U17-be összesen a két bajnokságba, mintegy 20 egyesület adta be a nevezését, majdnem fele-fele arányban, úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy ez is jól fog működni, és bízunk benne, hogy minél több csarnokba és minél több gyermek fogja majd megszeretni és elsajátítani a futszát. Ennyit fiatalmai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra!